egyszer volt, holnap volt, még az óperenciás tengeren is túl, az üveghegyen is túl, ott, ahol a kurta parkú malac túr, még azon is túl egy arasszal, volt egyszer egy kidőlt, bedőlt kemence, melynek se oldala, se teteje nem volt. Mégis nagyon finom kenyereket sütöttek benne. Három meseterapeuta közreműködésével valósult meg az a felnőtteknek szóló meseterápiára épülő program, amelyet a Magyar Népmese Napjának alkalmából rendezett Szegeden a Somogyi Könyvtár október elején. A mesék jótékony hatását a felnőttek körében is népszerűsítő eseményen dr. Tandari Kovács Marian, Novák Mária és Tóth Johanna kalauzolták az érdeklődőket a népmesék világába. Mesék az élethez, ez egy országos kezdeményezés tulajdonképpen. Pécsen a Gombolytó műhely szervezése alatt indult el először, még évekkel ezelőtt. Ők egyébként a Metamorfózis Meseterápiás Egyesület tagjai, mindannyian meseterapeuták, és az ő felhívások tulajdonképpen az, hogy szeptember 30-án van a Magyar Népmese Napja, és ehhez kapcsolódóan tulajdonképpen az előtte és az utána lévő héten a Magyarországon működő és dolgozó alkotófejlesztő metamorfózis meseterapeuták összeüljenek, és kicsit népszerűsítsék a magyar népmesét tulajdonképpen az ország lakóinak, kicsiknek, nagyoknak, mindenféle életkorúaknak. Itt a Somogyi Könyvtárban is volt már kisebbeknek szóló programunk is az elmúlt napokban, most pedig a felnőttekhez szólunk inkább. Ez egy átmeneti dolog lesz, részben foglalkozás, részben előadás. Három kolléganőmmel egy-egy mesét hoztunk, ezeket fogjuk elmondani. Egy rövid összekötő szöveggel, illetve kérdéseket hoztunk még a résztvevőknek, amivel lehetőségük lesz egy kicsit saját maguknak is belépni a mese világába, és átgondolni azt, hogy rájuk milyen hatással van, illetve az irányított kérdések fognak tudni ebbe segíteni, és erről egy rövid beszélgetés lesz az alkalom végén. A meseterápia, a művészetterápia, s azon belül a biblioterápia egyik ága, mely a személyes problémák megoldásához nyújt segítséget irányított olvasás révén. Az erre a célra alkalmazott mesék jellege és témája igen változatos lehet. Más mesék is szóba jöhetnek, ugye megkülönböztetünk műmeséket és népmeséket. A műmesék azok a klasszikus történetek, amiknek van szerzője, és ugye általában így a mesekönyvekben, amiben találkozunk. Egy népmese, vagy hát egy mesefoglalkozásnál mind a kettőt használhatjuk, műmesét is, meg népmesét is. Talán a népmesékben annyi plusz van, nem csak a magyar népmesékben, hanem az összes többiben is, hogy egy olyan háttértudást, egy olyan ősi tudást tartalmaznak, ami az embereknek az információi, tapasztalatai, élményei, ezek mind benne vannak, és ezeket tudjuk újra előhúzni, kicsit értelmezni, magyarázni, és újra közelebb hozni saját magunkhoz, mert a 21. századi ember már kevésbé érti és értelmezi azokat, amiket a régiek sokkal jobban tudtak ezeknek a történeteknek az elmesélése kapcsán. Úgyhogy talán a népmeséket többet használjuk, de mind a kettőre van eset. Nem mindegy, milyen történetet olvasunk vagy hallgatunk. A legtöbb mese hasonló felépítésű, a benne szereplő próbatételek valójában az élet feladatairól, próbáiról szólnak, és megjelennek a személyiség fejlődés állomásai is. Ezzel szemben például egy hasonló hosszúságú novella nem biztos, hogy rendelkezik ilyen tartalmi szerkezettel. A mesék ugye eredetileg, vagyis hát mostanában legtöbbször gyerekműfajként vannak számon tartva, és nem is feltétlenül szeretnek a felnőttek meséket olvasni, maximum kisgyerek mellett esténként. Viszont a népmesék eredetileg felnőtt műfaj voltak. Tehát kizárólag azok hallgathattak meséket, akik már egy bizonyos kort elértek, és hidegtéli estéken, kukoricafosztás, vagy bármi hímzés közben, ezeket a meséket mesemondók mondták egymásnak, és ezek a népmesék egyes élethelyzeteket mutatnak. Csak Európán belül több mint 2000 féle mesetípus van, tehát hogy tényleg rengeteg féle meséről beszélünk, amik mind-mind egy-egy élethelyzetet mutatnak be. Annyival több ez, mint mondjuk egy novella, hogy ezeket az élethelyzeteket mutatja meg, és van egy olyan háttér ismeret benne, amivel egy ilyen egységes és egylényegű világképet mutatnak be tulajdonképpen, illetve ennek a részeként működnek, úgyhogy talán ez a háttér, ami mögötte van, ez az, amivel egy picit plusz, és nyugodtan felnőttként is meg lehet fogni egy mesekönyvet. Hogyha népmesekönyvet fogunk meg, főleg akár egy magyar népmesét, akkor láthatjuk, hogy rengeteg olyan történet van, ami nem feltétlenül gyerekeknek szól. Tehát, hogy akár olyan véres események, vagy olyan szerelmi szálak, amiket egy gyereknek nem feltétlenül olvasnánk el, viszont egy felnőttnek azért adhat olyan plusz élményt,
ami talán nem feltétlenül megszokott, hogyha így a mesét halljuk, vagy egyáltalán így a mese szó kapcsán. Élt egyszer réges-régen egy házaspár, akiknek egy leánygyermekük volt. Nem is volt baj, hogy csak egy lányuk volt, mert nagyon sokat éheztek. Többször éhen maradtak, mint ahányszor ettek. De rosszul mondom, mert a házaspár inkább fiúgyermeket szeretett volna. Könyörögtek is az Istenhez, hogy miért nem áldja meg őket fiúgyermekkel. De valahogy ez a kérés nem hallgatódott meg. A meseterápiának rengetegféle ágazata és módszere van. Mi itt mind a hárman egyébként, akik most ezt az alkalmat így háttérből menedzseljük, meg létrehozzuk, illetve a mesék az élethez munkatársai is, mind az alkotófejlesztő metamorfózis meseterápiát használjuk. Ez egyébként Boldizsár Ildikónak a módszere. Azért mondom el ezt annyiszer, mert hogy azért vannak árnyalatbeli különbségek, és hogy tényleg ez az, ami így hozzánk igazán közel áll. Ennek a módszernek is van többféle ágazata. Az egyik az úgynevezett ilyen csoportos foglalkozás, műhely, módszer, akárhogy is nevezhetjük. Ez nem az a klasszikus terápia, amit így mondani szoktak, hanem én szeretem azt a kifejezést használni, hogy kis léleksimogatás. Bármilyen korosztálynak 5, 8, 10, 15, akárhány fővel kicsit összeülni, játszani, beszélgetni, és akkor ennek a foglalkozásnak a fókuszában egy mese van. Akár egy alkalmon keresztül, vagy hosszabban, több esemény által, de hogy ennek az adott történetnek a feldolgozása és az egyéni szintre beemelése zajlik. Ez az egyik nagyobb csoport, és akkor tényleg ez is kicsiknek, nagyoknak, bárkinek elképzelhető, attól függően, hogy milyen téma, meg mi hogy van kiválasztva. A másik nagyobb csoport, az pedig az egyéni segítségnyújtás, terápia, ez attól függően, hogy milyen alapvégzettségű munkatárs végzi ezeket a segítő folyamatokat. Itt tulajdonképpen arról van szó, hogy az egyén vagy egy általa választott kedvenc mesével, vagy a terapeuta által választott történettel dolgozik, és megnézik, hogy az a mesei tulajdonképpen folyam, ami végigmegy az adott történeten, az az egyénnek az életére milyen hatással van, mik azok az elemek, amik a mesében is megjelennek, az adott konfliktust, a mesehős hogyan oldja meg, és ez milyen megoldási mintával tud szolgálni az adott egyénnek, illetve az adott problémájára. Ilyenkor, hogyha a terapeuta választ mesét, akkor próbálunk olyan történetet választani, ami a leginkább összhangban van azzal az adott témával, kérdéssel, amivel az egyén, a kliens foglalkozna, vagy ami mozgatja, és tulajdonképpen ez zajlik egy egyéni folyamatban, ezt is lehet gyerekekkel is, fiatal felnőttekkel, idősebbekkel. Én például egyetemistákkal dolgozok a mindennapokban is, nekem a fiatal felnőtt korosztály az, akikkel ezt a legszívesebben csinálom, de hát tényleg tulajdonképpen ez bárkinek adott, aki nyitott a történetekre.